Az ünnepi képviselőtestületi ülés Tolnán Appelszófer Ágnes polgármester nyitotta meg beszédével. Az idei év különleges jelentőségű Tolna számára, hiszen 600 éve nyilvánították várossá a települést. Természetesen egy település soha nem csupán az épített vagy a természeti környezetére, intézményeire, szolgáltatásaira lehet büszke, hanem az arra méltó polgáraira, szervezeteire is. Szerencsére városunk ilyen kiválóságokban sem szenved hiányt. A városnapja minden évben remek alkalom megköszönni néhányoknak, hogy öregítették településünk hírnevét, jobb helyé tették a várost, és hogy kifejezzük a szívből jövő elismerésünket irántuk az egész település nevében. A Tolnai Szentháromság szobor felújításáért alapítvány az év Tolnai Civil Szervezetet címet kapta meg. A Tolnai Szentháromság szobor felújításáért hoztam létre egy alapítványt, egy magánalapítványt. A 200 éves évforduló lakossági összefogásban is egy nagyon-nagyon öröm számomra megújult a szobor, és ezt díjazta a önkormányzat képviselő testülete ezzel a díjjal, de én ezt a díjat úgy tekintem, hogy ez a tolnai polgárok díja, hiszen ha nem lett volna ez a közösségi összefogás, közadakozás, kiterjedte az elszámazottakra és itt élő tolnaiakra, akkor nem jöhetett volna létre ez a szobor felújítás. Gazdára talált az év Tolnai civil díja, amit a Mösi Nyugdíjas Klub is megkapott. A közösség szórakoztató programjaival több évtizede összefogja Mös településrész idősebb lakóit. Ez nem csak az én érdemem, mert azért előttem, akik voltak a klubnak a vezetői, azok mindenki tett hozzá azért, hogy ez ideig eljusson. Én nagyon sok egészséget, boldogságot, örömet kívánok nektek ezután. Gratulálok! A Vándorló Szépkorúak baráti köre összefogással valósít meg saját szervezésű eseményeket és indít helyi társadalmi kezdeményezéseket. Ők is az év Tolnai civil díja elismerést zsebelték be. Amilyen rendezvények vannak a városban, vagy akármilyen megmozdulás, a csoport 100%-a oda teszi magát ezekhez a rendezvényekhez, bármiben kell segíteni, akár személyszerűs, akár bárkafesztivál, bármilyen rendezvényben ott vagyunk. A Családsegítő Központ esetmenedzsere Hell Tibor Tolnai Közjóért címet vehetett át. A mindennapi ügyfeleknek a beérkező problémáival foglalkozunk, családi konfliktusokkal, olyan nehézségekkel, amik a mindennapok során megjelennek egy család életében, gyerekek életében, szülők életében, úgyhogy ebben próbálunk segítséget nyújtani és támogatást szakmai alapon. Az önkormányzat elismerte továbbá Wiesner Csabát, a Tolnai Rendőr Őrs parancsnokát és az Interplus Kft-t is.